Sziasztok! Ebben a videóban egy olyan búvárkodásra szántam el magam, amit már évek óta tervezgettem, de egészen eddig tartott, mire kellő lelki erőt gyűjtöttem hozzá. Be fogom nektek mutatni a Neighbors from Hell, vagy magyarul Pokoli szomszédok sorozatot. Igen, az összeset. Mindet. Úgyhogy ha nem indultatok még el valami töményért, akkor most lenne az ideális pillanat. A Pokoli szomszédok első két epizódja fontos része volt fiatalkorom gémeléseinek, és gyanítom, hogy nem én vagyok az egyetlen, aki kellemes nosztalgiával tekint vissza ezekre a játékokra. A történet szerint van egy Woody nevű fiatal srác, akinek a szomszédjában egy igazi tahó barom lakik, aki megkeseríti a mindennapjait. Woody egy nap elhatározza, hogy visszaszivatja a szemétládát, és felhív egy tévéműsort, ami éppen a köcsök szomszédokkal való kicseszésről szól, hogy a nagy közönség is tanulja legyen az akcióinak. Most a videó kedvéért a Neighbors Back From Hell című újrakiadást próbáltam ki, ami egybefoglalja mindkét részt, kicsit feltupírozta a látványt, és egy animációs átvezetővel indul, ezt láthatjátok most. A játék maga úgy zajlik, hogy megérkezünk a szomszéd házába, akit amúgy Rottweilernek hívnak, de nekem gyanús, hogy ezt az újrakiadásnál találták ki, mert egyáltalán nem rémlik korábbról, hogy lett volna neve a szomszédnak. Szóval bejövünk a főbejáraton, Rotti szerencsére nem zárja az ajtót, és az a cél, hogy különböző apró és kevésbé apró csínyekkel megkeserítsük Rottweiler szomszéd életét. Minden pálya más tematikára épül, van edzős nap, higiénia nap, barbecue nap, ezermesterkedős nap, stb. A helyszín tök ugyanaz, viszont a szomszéd rutinja mindig más, és ezt kell kihasználnunk a különböző csapdák elhelyezésére. Olyasmikre kell gondolni, mint a hal eledel kicserélése mosóporral, a létratartó láncok elvágása, a törölköző bekenése cipőpasztával, stb. Vannak ismétlődők is egyébként, üveggolyók vagy banánhéj elhelyezése a padlón, a WC eldugítása, áramvezetése a tócsákba, vagy a képek összesatírozása több pályán is visszatér, de ezeket lesz számítva eléggé változatosak a kiszúrások, és néha agyalósak is. Érdemes figyelni a szomszéd tevékenykedését, illetve a különböző tárgyak leírását, mert ezekből könnyebben rá lehet jönni, hogy mit mivel kell kombinálni. Azért is, mert nagyon kekec a játék ebből a szempontból. Konkrétan semmi szabadságunk nincs abban, hogy mit mivel kombinálunk, de ilyen halál egyszerű dolgokban se, hogy például a felvett virágföldet hol szórjuk szét, nem engedi se a padlóra, se az ágyra, csak arra az egy szőnyegre lehet, ahová előre ki lett találva. Vagy például, amikor találunk egy patkányt, azt is csak abba az egy dobozba lehet beletenni, pedig milyen poén lett volna, ha mondjuk a lemezjátszóból ugrik elő. De mondhatnám a pillanatragasztót is, amit kb. Minden második feladványnál fel lehetne használni, de nem, csak a kalapot lehet vele tönkretenni. Így aztán eléggé be vagyunk korlátozva, sajnos ez nem egy Sims, pedig akkor lehetne a címe Pokoli szimszédok. Ahogy mondtam, a helyszín mindig ugyanaz lesz, csak néha kinyílnak újabb szintek és szobák, így hamar ismerős terepnek fogjuk érezni a házat, viszont emiatt a játék el is laposodik elég gyorsan. Minden pálya gyakorlatilag ugyanaz. Figyeld meg a szomszéd rutinját, gyűjtsd össze a tárgyakat, kombinálj össze mindent mindennel, aztán élvezd a sót. Ezt megcsinálod kb. 12-szer és vége a játéknak. Persze van egy-két akadály, ha a szomszéd meglát, akkor szerencsére nem hívja a rendőrséget, mint ahogy minden normális ember tenné, csak elver, mint macskát szarni, és átdob egy másik szobába. Ilyenkor csak veszítünk egy életet a háromból, de ha mind elfogy, akkor kezdhetjük a pályát előről. Ezt elkerülendő el tudunk bújni a szekrényekben és az ágy alatt, valamint nyilván nekünk is mozogni kell a szobák között. A szomszéd amellett, hogy hülye, eléggé vak is, sokszor olyan szituációkban se vett észre, amikor már láttam magam előtt a verésemet, és ez néha meglepően izgalmas pillanatokat eredményez. Ezen kívül van még egy kutya és egy papagáj is, akik mellett lopakodva kell közlekedni, és ennyi a teljes játékmechanika. Én egyébként végig azon agyaltam, hogy ha Rottweilernek hívják a fazont, akkor hogy hívják a kutyát? Bob? Nem rossz játék ez, a mai napig szeretem újra elővenni, nyilván nagyrészt a nosztalgia miatt, de rendszeresen azon kapom magam, hogy még mindig tök jól elszórakoztat arra a másfél-két órára, amíg tart. Egy évvel az első után 2004-ben jelent meg a második rész, Pokoli szomszédok 2 vakáció címmel, ami az alapokat tekintve tök ugyanaz a játék, mint az első, de mégis rengeteget fejlődött, és szerintem mind egyetérthetünk abban, hogy javult is. A címből kitalálható, hogy ezúttal már nem a szomszéd házában leszünk, hanem egy nagy nyaraláson, így aztán minden helyszín más és más. A nappalit, fürdőszobát és pincét leváltották a különböző strandok, bazárok, ősi romok és egyéb látványosságok, valamint a luxushajó, de ez is talán csak háromszor ismétlődik. A feladatok változatosabbak és összetettebbek lettek. Az első részben csak kb. Az utolsó két pályán voltak olyan csapdák, amikhez kettőnél több tárgyat kell megbuherálnunk, vagy jól kell időzítenünk. Na itt már rögtön az elején kapunk ilyeneket, az utolsó néhány pályán pedig már egészen komoly kis szituációk jönnek össze, sokszor kellett percekig gondolkodnom a megoldásokon, ami mindenképpen jót tesz a játéknak.
A helyszínek színesebbek és nagyobbak lettek, persze még mindig elfér minden másfél képernyőn, de kicsit több mozgásterünk van, viszont több az ellenség is. A szomszédot ugyanis elkísérte az anyukája, akinek a képét az első részben annyiszor összefirkáltuk, valamint van egy bögyös hölgy is velük, akiről nem tudom, hogy pontosan kicsoda, de van egy kis lurkója is, tőle nem kell tartanunk, ő jó fej. A nagyi viszont ugyanúgy kiporolja a seggünket, mint a szomszéd, úgyhogy most már tőle is félhetünk, de egymásnak is lehet ugrasztani őket, ami talán a legjobb pofább része a játéknak. Mindkét rész nagyon egyben van látványilag. A karaktermodellek rendkívül elnagyoltak, de pont ettől lesznek aranyosak. A mozgás darabos, az animációk egyszerűek, de mégis van egy bája mindkét játéknak, ahogy nézed a szomszéd bénázását meg dühöngését. Mindkét pokoli szomszédok kedves, relatíve ártalmatlan szórakozás, azért ne próbáld ki otthon a látottakat, amit időről időre érdemes elővenni, ha egy kis jókedvű nosztalgiával töltenél pár órát. Na, ez eddig egyszerű volt, most jöhet a paprikás buzogány. Pokoli szomszédok 3. Fontos kiemelni, hogy ezt már nem ugyanaz a gárda fejlesztette, mint az első kettőt, a Jovood eladta a címet egy orosz kiadónak, és így ezután különböző orosz fejlesztők csinálták az újabb és újabb részeket, így már nem is annyira meglepő, hogy ha valaki ránéz erre a játékra, akkor simán valami Asylum verziónak fogja hinni. Tulajdonképpen az is, csak ez még durvább, mert még orosz is. Maga a játék így néz ki. Nyugodtan mindenki dobja ki a tacsot valamelyik sarokba. Ez a látványvilág valahol félúton van a migrénes fejfájás és a kora 2000-es évek flash játékai között, amivel nincs is baj, lévén a kora 2000-es években vagyunk, de ne mondják már nekem, hogy az első két rész után nem sikerült néhány kis felbontású textúra egymásra hányásán kívül mást összehozni. Nézzétek például ezt a szénabogját, vagy a kést, vagy ezt a fagombát. Ez egy sértés a sorozatra nézve. A karakterekben sincs sok köszönet, Woodyból valamiért egy alkesz dokmunkást csináltak. Elnézést kérek minden alkesz dokmunkát, de nekem ez volt az első benyomásom. A szomszédból pedig egy nyugdíjazott orosz tábornokot. Mindketten visszataszítóan néznek ki, ahogy kb. Minden más is ebben a borzalomban. És a mozgások is hasonló színvonalon mozog. Na persze ettől még a játék lehet jó, de nem az. Az egyetlen, ami valamennyire tetszett, hogy a már átkutatott helyeket nem jelzi aktívnak, így nem fogsz olyan szituációkba kerülni, hogy újra és újra végig kattintgatsz mindent, hát ha valahol elhagytál valamit, meg itt már csak egy életed van, így lehetne mondani, hogy egy kicsit nehezebb, izgalmasabb, de annyira kötött pályán mozog a szomszéd állandóan, és olyan iszonyatosan lassan, hogy igazából tök mindegy. De nem csak ő, Woody is, egymás mellett lévő tárgyak felvételénél is egy csomót sétál, sőt, akkor is, amikor ugyanoda megy vissza. Ráadásul még mindig az a szabály, hogy csak akkor vesz észre, ha ott ugrálsz az orra előtt, amit őszintén még mindig nem bánok. Azért egyszer meg kellett néznem, hogy milyen, amikor elkapnak. Nem a ti készüléketekben van a hiba, valóban nincs hangja. Bravo! A feladványok közepesek, nagy részük kitalálható, kombinálni nagyon nem kell semmit, a tutoriában kiemelik, hogy hogyan lehet elcsalni a szomszédot a helyéről, és akkor majd ezzel micsoda trükköket tudsz csinálni, na ezt egyszer, ha kell használni? Helyette viszont vannak jó kis pixelvadászós részek, mint amikor keresed, hogy hova kell a banánhéjat letenni, hát nyilván nem lehet akárhova, csak arra a 10 mm-es kis pontra az asztal alatt, mire ezt megtaláltam, te jó Isten! Az is aranyos, amikor a pálya úgy kezdődik, hogy a szomszéd konkrétan jön feléd. Ja, és ki is fagyogat, természetesen ez se hiányozhat a repertoárból. A Pokoli Szomszédok 3 egy iszonyatosan rossz játék, igazi bottal se piszkáld meg kategória. Egy összegányolt, igénytelen, olcsó hulladék, ami után nem csak a sorozattól, de az egész élettől is elmegy a kedved. Én viszont tolom tovább a sorozatot, meg az életemet is a nyomorúságos hobbimmal, Pokoli Szomszédok 4. A harmadik után már úgy voltam vele, hogy ha nem fogok rohamot kapni játék közben, azt már javulásnak veszem, és egyébként ez egy fél fokkal élvezhetőbb, mint a harmadik. Itt egy irodaházban kell kitolnunk a szomszéddal, így teljesen új környezetet kapunk. A grafika még mindig undorító, de legalább nem 14p-s felbontásúak a textúrák,
minden apróságnak örülni kell, viszont itt már egyszerre csak egy szobát láthatsz, így sokkal közelebbről szemlélhetem ezeket a horror szökevény karaktereket, csodás. Érdekes módon éppen ez a feature az, ami miatt ezt már majdnem tudtam néha élvezni, mivel egyszerre mindig csak egy szobát látsz, így fokozottan kell figyelned a szomszéd mozgására és a kis buborékra a feje fölött, ami ugye jelzi, hogy éppen hova tart. Cserébe itt már több útvonalon tudsz mozogni, így könnyebb elslisszanni előle, de még így is ez egy elég nehéz játék, oda kell figyelni rendesen. Főleg, hogy ismét csak egy életed van, időre megy minden pálya, nem lehet lepauzolni, és ráadásul itt minden csapdát aktiválni kell. Nincs olyan jó fejség, mint az első kettőben, hogyha mondjuk 5-ből 3-at megcsinálsz, akkor már tovább mehetsz, csak kevesebb pontot kapsz. Nem, itt minden pályát ki kell platinázni. Csak akkor azt nem értem, hogy miért van skip gomb? És miért megy a monitor, amikor kihúzom a kábelt? És miért van Woodynak kecske hangja? A feladványok átlagosak, legalábbis amíg eljutottam a játékban, addig azok voltak. A harmadik évadot azonban nem akarta megnyitni valamiért. Lehet, hogy aranyra kell megcsinálni minden korábbi pályát, nem tudom, és őszintén szólva nem is érdekel. Nem vagyok hajlandó a minimálisnál több energiát beleölni ebbe a szarba. Pokoli szomszédok 5. Hoppá, egy történet, mi a fene? Az ötödik rész dobja az eddigi tévéműsoros formulát, és egy teljesen új keretsztorival áll elő, miszerint egy ügynököt irányítunk, és egy állítólagos kémet kell megfigyelnünk a házában, és most figyeljetek, azért kell csapdákat állítanunk neki, hogy a váratlan események közben hátha úgy reagál, vagy olyan hibát vét, amivel bizonyítható, hogy ő kém. Azt a kurva, ezen vajon mennyit gondolkodhattak? De nem baj, legalább próbálkoztak, én már ezt is értékelem, és új dizájnt is kapunk, végre. Az első két rész után valószínűleg ettől is sugárban hánytam volna, de a harmadik negyedikhez képest ez, amit itt látunk, ez PlayStation 6 kategória. Na de persze minden azon múlik, hogy milyen maga a játék, egészen elviselhető. Ugyanaz a metódus van, mint eddig, ráadásul visszatértek a búvóhelyek is, aminek nagyon örültem, és most már rengeteg átjárót raktak a pályára, ami szintén sokat segít, hogy ne bukjunk le. Ja igen, ismét egy élet van. Viszont még így is ez a játék mocskosul nehéz, és ennek egy oka van, az időlimit, ami rohadtul, de tényleg rohadtul ki van centízve. Viszont nem kell minden prenket megcsinálni, van egy ponthatár, amit el kell érni, és utána mehetünk tovább, de itt olyan szinten ki kell ismerni az interaktív tárgyakat és a kém mozgását, mint még egyik korábbi epizódban sem. Az előző részekben volt egy sáv, ami minden sikeres tréfa után feljebb csúszott egy kicsit, de amúgy folyamatosan csökkent. Ha elértük a maximumot, akkor egy kürt jelezte, hogy nagyon jók vagyunk, és kapjuk majd a pontot ezerrel. Nyilván minél gyorsabban toltuk egymás után a prankeket, annál hamarabb, illetve annál többször kaptuk meg a jutalomkürtet. Na itt ez az alapkoncepció. Ha nem a legideálisabb, legjobb sorrendben állított fel a csapdákat, akkor le fog járni az időd, és az egész pályát bukod. Úgyhogy itt rohadtul fel kell kötni a gatyát. Sajnos azonban a játékban összesen egy, azaz egy pályát tudtam csak elindítani az első évadból, a másik kettő töltés közben befagyott, ráadásul úgy, hogy az egész gépet indíthattam újra. Úgyhogy kénytelen voltam azt tenni, amit minden normális ember tenne, letöröltem és nem foglalkoztam vele többet. Dehogy is, el ne higgyétek, fogtam magam és megvettem ezt a szart! Valaki hívjon egy orvos gyorsan, mert ez már ön is közveszélyes, amit csinálok. És az a legszebb, hogy így sem működött, tök fölösleges volt az egész, ugyanúgy lefagyott, mint előtte. Próbáltam egy virtuális Windows XP-vel, hogy hát ha azzal van a baj, de az sem működött. Már majdnem feladtam, aztán eszembe jutott, hogy van itthon valahol eldugva egy régi laptop, ami még Windows 8 van, esetleg azon, előkapartam a gépet a szekrény aljáról, és ha hiszitek, ha nem, azon működött a játék egyszer. Utána az egész nem volt hajlandó többet elindulni, konkrétan bebútolni se tudott a gép, gondolom szívinfarktust kapott a szerencsétlen és nem tudom hibáztatni érte. Igazából az tényleg egy nagyon régi gép, és már a Windows is nagyon-nagyon régi rajta, a labból is éppen hogy csak működött, szóval meg tudnám azt csinálni, hogy újra telepítem azt a gépet, és aztán újra felrakom rá a játékot, és akkor valószínűleg működne, és lehet, hogy még felvételt is tudnék róla csinálni, de azt hiszem ez az a pont, ahol el kell engednem ezt a témát. Ennyire azért nem fontos, hogy játszak ezzel a hatalmas hulladékkal. Ugyanitt Pokoli szomszédok 5 olcsón eladó. Pokoli szomszédok 6. Szivasd a szőkét. Jó, szívassuk a szőkét, csak aztán nehogy még a végén én legyek az a szőke. Itt az idegesítő szőke cicababa szomszédot kell elintézni. Ennek a résznek a nagy újítása, hogy 2.5 dimenzióban lehet mozgatni a képernyőt, ami baromi látványos.
mármint az eddig látott szemétdombokhoz képest, de éppen ebből ered a legnagyobb problémája a játéknak, hogy sokszor nehéz kijelölni, ahova menni akarunk, vagy amit meg akarunk fogni. Nem egyszer olyan helyre kattintottam, ahová rohadtul nem akartam, és emiatt buktam le. Ráadásul ilyenkor néha takarásba kerülnek olyan cuccok, amik kellenének. Például mondjuk egy ajtó, amin át akarok menni, de rohadtul gyorsan, vagy az erkély, amin felé is le tudok mászni, ez egy jó kis shortcutot biztosít a háló és a WC között, de rohadtul nem mindegy, hogy hova kattintasz, mert ha mellé megy a klikk és Ken éppen a hálóban van, akkor nem lemászni kezd az erkélyen, hanem elindul a lépcsőn lefelé. Ja, és ha már itt tartunk, az hogy van, hogy a WC ablakon ki tudok mászni, de a konyha ablakon, ami ugyanúgy nyitva van, már nem? Úgyhogy bármilyen jól is néz ki, ez inkább zavaró, ahogy az is, hogy például az emelet és a földszint között nem egyértelmű, mikor vesz észre a kis csaj és mikor nem. A tárgyak is idegesítően aprók, néha konkrét pixelvadászatnak minősül, amikor valamit meg akarunk találni, és nagyon lassú az egész. Ja, és itt is volt olyan, hogy kezdéskor rögtön jött felém a szomszéd. Fasza, imádom az ilyet. De még ennek ellenére is játszható. Tetszett, hogy visszatért a settenkedés, ha a kutya vagy más karakter van a szobában, a kombinálás valamennyire logikus, a tárgyleírás sokat segít, és bár itt is van idő, de ez csak a pontozás befolyásolja, nem kell adott időre befejezni a pályákat, hál' Istennek. Viszont ha aranyfokozatra akarod megcsinálni, akkor mocskosul össze kell szedned magad. Grafikailag is nagyjából hoz egy közepes szintet, a csapdák aktiválása néha egész jó pofa, például amikor a gekkó ketret szétugrik, vagy amikor a csajszink lefejeli a vasalót. Ez már-már gyilkossági kísérletnek is elmenne szerintem, de ezen meg se kéne lepődnöm azok után, hogy lebukáskor hősünk megpróbál lekeverni egyet a szőkeségnek. Ez azért... wow. És az utolsó pályára már egészen összetett feladványokat kell megoldani, kár hogy csak akkorra. Úgyhogy ja, ez egy fájdalommentes epizód. Pokoli szomszédok 7. Szivasd a neppert. Oh, már értem, miért nem bírok leállni ezekkel a játékokkal, mert olyanok, mint a drog. Egyébként a játék főmenüje egész korrekt, közvetlenül innen tudjuk állítani a hangokat, meg az egérérzékenységet, és itt vannak a fejezetek. Nem teljesen értem, hogy miért nagyobb az adatok törlése felirat, mint a start, és miért van sokkal logikusabb helyen a játék indításához, így akarták szavatolni az újrajátszást, hogy majd csak rábök véletlenül a paraszt. Már most szólok, hogy ha esetleg így járok, akkor ennyi volt ez a játék. Van egy történet, amit egy borzasztó amatőr narrátor mesél el. The people were ready to put up with it, but it wasn't to be. A young boy from the farthest hut didn't want to. He decided to put the newcomer in his place. És itt is vagyunk a hatalmas házban. A grafika egy jó három szintet zuhant vissza az előző részhez képest, pedig az se volt valami magasan. Ezek a karakterek rettenetesen rondák, a darabos mozgásuktól meg szabályosan émelygek. De legalább a környezet úgy, ahogy tűrhető, ez az aranyozott mosdó például egész jó, de a többi tárgy is rendben van, az autó, a tévé, a hűtő. Bocsánat, hűtő per string name. A feladatunk a megszokott, szivassuk agyon a szomszédot, ahol csak lehet. Ami összezavart, hogy mennyire hatalmas a ház, és rögtön az első pályán bejárhatjuk az egészet, ami kicsit túl sok volt egyszerre. Ráadásul minden tele van cuccokkal, de alig tudunk felvenni valamit, és így megint visszatértünk a pixelvadászathoz. Jaj, ne mondd már, hogy ez a hatalmas udvar egy terepként van kezelve. Azt hittem, ezek a sövények elválasztják, tudjátok, mint az összes eddigi részben. Ó, igen, ismét egy életünk van, viszont ezúttal csavartak egyet a nehézségen, ugyanis minden egyes prenket meg kell csinálni a továbbjutáshoz. Mindet. Ráadásul a ráépülő cseleknél, például amikor erős paprika zabálás után a szomszéd szalad a WC-re. Ha nem burgányolod meg előtte a WC-t, akkor bukod a pályát. Konkrétan kidobja a játék a stoptáblát és feldugja a seggedbe. Nézzétek meg, egy van meg a 9-ből, és van pofája közölni velem, hogy vesztettem. Mindezt azért, mert a szellőzőt nem buzeráltam meg, és így azt a prenket már nem tudom megismételni. Hát az anyádat! És ha ez nem lenne elég, ezúttal nincs kis gondolatbuborék, hogy mit csinál a szomszéd, úgyhogy folyamatosan rajta kell tartanunk a szemünket, ami már rövid távon is borzasztó fárasztó. Valószínűleg ezt kiváltandó raktak a játékba egy mini térképet, ahol egyben láthatod az egész házat, viszont ez meg annyira nagy, hogy kitakarja a képernyő egynegyedét. Szerencsére ki lehet kapcsolni, amire elég késő. Jöttem rá. A karakterünk borzasztó lassú, és az útvonal kereséssel is vannak problémái, a szomszéd viszont olyan primitív útvonalakon halad, hogy az már röhely. A második pályán konkrétan körbe-körbe mászkál négy szobában, és ennyi.
Az is nagyon cuki, amikor a negyedik pálya úgy kezdődik, hogy rögtön be vagyunk szorítva, és vagy két percig nem tudunk csinálni semmit. És amúgy miért az a címe ennek a szarnak, hogy szivasd a neppert? Később eljutunk a szomszéd munkahelyére is, és itt is mehet a szopoda, ez valamennyire változatossá teszi a játékot, és az is valamennyire tetszett, hogy ha a darabokra robbantasz egy szobát, akkor az úgy marad a játék végéig, és sokszor le is lesz zárva, ezzel nehezítve a későbbi pályákat. Ez egy kicsit javít az összképen, de így se lesz több ez a játék egy rettenetesen ocsmány, nagyon jó szívű gyenge közepesnél. És ez volt az utolsó rész, ami magyarul megjelent. Nehogy azt higgyétek, hogy itt vége a sztorinak, a francokat van vége! Pokoli szomszédok 8 students! Ez már csak Oroszországban jelent meg, és... Bocsánat, csak kikapcsoltam a mikrofont, amíg kiokáttam a retinámat. Hogy néz ez ki? Komolyan, muszáj volt visszatérni a harmadik rész dizájnjához? A mínusz 15 pixel felbontású hátterekhez meg tárgyakhoz? Tényleg erre volt szükség ennyi eltelt év és epizód után? Ez undorító! Mik ezek a karakterdizájnok? Mik ezek a berendezések? Esküszöm, szinte látom magam előtt a 2 pixeles PNG-k mögötti kódot, mint a Matrixot. Jó, semmi gond, majd játszom becsukott szemmel, hát mi baj lehet. De ezt hallgatni is borzalom. Hangeffektek alig vannak, egy darab lift zene ismétlődik minden pályán, ez egy audiovizuális kínzó eszköz, és már a tutorial pálya alatt kihordtam lábon egy kisebb agyvérzés, mert a szomszédként funkcionáló nagy darab buli annyira iszonyatosan lassú, hogy az elviselhetetlen. Egyszerűen, haladjál már, te hülye gyerek! És nem fogjátok elhinni, de még így is ez a legjobb rész a második óta. Komolyan, én se hittem a szememnek, de ez a játék egyáltalán nem rossz. Igen, úgy néz ki, mint egy nukleáris katasztrófa, és a teljes soundboardja kb. 8 hangeffektből áll, de az audiovizuális hiányosságait kárpótolja egy egészen korrekt játékmenettel. Ismét 2D-s a megjelenítés, akár csak a hetedikben, tehát a nézettel nem kell bénázni, és a változó kurzornak hála pixelvadászatra se nagyon kell hagyatkoznunk, azért néha előfordul, de ritka. Főszereplőnk a szemüveges geek srác, szerencsére eléggé gyorsan fut, tehát a lassú tötymörgésnek is búcsút mondhatunk. A prankek egyszerűek, jó, attól most eltekintek, hogy az orosz feliratok miatt sokszor kellett mindent végigpróbálgatnom mindenen, ami viszont nekem nagyon bejött, az a pálya. Egy kollégium lesz a játszóterünk, ami kezdetben csak néhány szobából áll, de fokozatosan nyílnak meg az újabbak, akár csak a korábbi részekben, és kb. A 7.-8. pályától már egész kis labirintust kapunk. 4-5 emelet, emeletenként 4-5 szobával, erkélyek, pince, stb. Csak nézzétek meg, és ez még messze nem az utolsó pálya. És a kulcsszó a fokozatosan. Nem rögtön mindent elsőre, kedves 7. rész. Rengeteg a shortcut, amiket viszont az ellenségünk is előszeretettel használ, úgyhogy tényleg oda kell rá figyelni, annak ellenére, hogy lassú, viszont egyre nehezebb lesz lebuknunk, ahogy haladunk, éppen amiatt, hogy bőven lesz lehetőségünk többfelé eliszkolni. Ja igen, ismét csak egy életünk van, akár csak az összes epizódban a második után, viszont ezúttal nincsenek egyéb veszélyforrások. Van több lakója a kollégiumnak, a kedvencem a mindig unatkozó konyhásnéni, de egyikük se fog agyonütni, ha meglát, csak Dudley Dursley-től kell tartanunk. A nehézségi görbe teljesen jó, minden pályán elég a maximálisnál egyel kevesebb pranket megcsinálnod, és általában pont ez az utolsó az, ami fel fogja adni a leckét. Vagyis ha csak az a célod, hogy haladj a játékkal, mint például nekem, akkor gond nélkül megteheted. Ha viszont ki akarod platinázni, akkor azért át kell nézned mindent alaposan. És az is nagyon tetszett, hogy nem rántja el a kamerát, ha éppen bejön egy ugratás, sőt, nagyon nem is jelzi semmivel a játék, így zavartalanul foglalkozhatsz a dolgaiddal. Nekem többször volt, hogy csak egy jó 6-7 percténkedés után vettem észre, hogy már majdnem meg is van a továbbjutáshoz szükséges prank mennyiség. A méretük okán így is eltartanak egy 10-12 percig a pályák, és van belőlük 24, úgyhogy ezúttal a tartalommal se fukarkodtak, bár a demóban csak 14-et engedett végigjátszani, ami amúgy elég gáláns egy demótól. Komolyan mondom, ha nem úgy nézne ki, mint amit megrágott, kiköpött és aztán leszart egy kutya, és lenne valami értékelhető audio a játék alatt, akkor azt mondanám, hogy egy rejtett gyöngyszemről beszélünk. Így se rossz, játékmenetben simán hozza az első rész szintjét. Most az más kérdés, hogy egy sorozat 8. részének már illene tovább jutnia annál, hogy majdnem eléri a legelsőt, de mindegy, nem rossz, ez a lényeg. Ettől függetlenül kipróbálásra nem ajánlom, alapból sem, mert mégis ki a bánatos franc akarna ezzel játszani, de ráadásul a beszerzése egy kicsit aggodalmas. Én egy orosz torrent oldalról kaptam le, és egy picit tartok tőle, hogy nem egyedül érkezett. És még mindig nincs vége, ennek sose lesz vége! Pokoli szomszédok 9.
Ja igen, talán itt érdemes megemlíteni, hogy a számozás nem feltétlenül pontos. A harmadik és a negyedik rész például sok helyen fel van cserélve, mint ahogy a nyolcadik és a kilencedik is. Nekem úgy tűnt a különböző fórumok és infók alapján, hogy nincs élő ember a világon, aki el tudna ezen igazodni, hogy melyik rész hanyadik a sorban, de mi most használjuk ezt a számozást és konszenzusosan fogadjuk el, úgy a legegyszerűbb. Tehát, Pokoli szomszédok 9, ami talán 8. Itt kezdett el a sztori kicsit necces lenni, mert ezt a játékot nem sikerült elindítanom. Hiába töltöttem le mindenféle biztonságosnak egyáltalán nem tűnő oldalakról. De aztán teljesen véletlenül egy végigjátszás alatti kommentből megtudtam, hogy a Pokoli szomszédok 9 megjelent Amerikában 2007-ben Prank TV néven. És ezen a néven fenn van az Internet Archive-on, ahonnan le tudtam húzni, úgyhogy íme a Pokoli szomszédok 9, alias Pokoli szomszédok 8, alias Prank TV. Nagyon mélyen vagyunk már a nyúlüregében. Mi? Egy karakterválasztó képernyő? Mi ez? Mint valami elbaszott Golden Axe. Ja, várjál, ezek a pályák? Aha! Minden pályán egy másik fazonnal kell kitolnunk, és ennek következményeként minden pálya teljesen más helyszínen játszódik. Ez egy tök jó dolog. A grafika még mindig szar, de legalább egy kicsit szilárdabb szar, mint az előzőjé. A prankek animációi például egészen jó pofák. Viszont a nézet változott, megint 2,5D-ben vagyunk, csak most felülről kamerázzuk a terepet, és így kell mozognunk. Ez nagyon jó pofának tűnik, de kb. 10 másodperc alatt kibukik, hogy mennyire idegesítően szar az irányítás. A szobák közötti váltogatás borzasztó érzékeny. Egy kicsit kivisszük az egérkurzort a képernyő szélére, és azonnal Speedy Gonzálezként rohan át a kamera a másik helyiségbe, mi meg persze próbálunk korrigálni meglepettségünkben, és megy oda-vissza az egész, ami körül se tudom írni, hogy mennyire idegesítő, főleg amikor egy ajtóra próbálnál rákattintani, akár csak a hatodik résznél úgy így se egyszerű emberünket oda küldeni, ahova akarjuk, mert nem járhatóak be a teljes szobák, csak egy bizonyos részük. Például itt a padlón ide el tudok lépni, kicsit arrébb már nem. Ráadásul itt az is rendszeresen előfordul, hogy kattintunk valahova, és a karakter nem reagál. Egyszerűen nem megy oda, ami egy ilyen játéknál képzelhetitek, hogy mennyire vicces. Vannak viszont előrelépések, például ismét van 3 életünk, ami nagyon jól esett, és a sorozatban először nem bukunk le azonnal, ha egy helyiségben vagyunk a szomszéddal, hanem ezúttal van egy látómezeje, amin ha kívül vagyunk, akkor nyugodtak lehetünk. De ez ne csapjon be senkit, ez a játék még így is a legnehezebb az egész sorozatban. Kezdjük azzal, hogy nincs gondolatbuborék, úgyhogy ki kell tapasztalni a szomszédok mozgását, és a pixelvadászat is erősen jelen van, lévén az interaktálható tereptárgyak egyáltalán nincsenek kiemelve. A kurzor alig láthatóan változik, ha föléjük megyünk, és amitől lerohadt az agyam, bizonyos tárgyakat a játék csak akkor jelez aktívnak, ha a megfelelő eszközzel megyünk föléjük. Például volt ez a gerebjés feladvány, ahol nem értettem, hogy miért nem hajlandó letenni a földre azt a szart, és már összesik, amik által minden képernyőt, amikor láttam, hogy előtte ezt a szar ásófejet is rá kell rakni a gerebjére. De ez az ásó addig nem volt interaktálható, tehát én joggal gondolhattam, hogy nem is kell használni. Szóval ilyesmi aljadékhúzásokra kell számítani a játéktól, meg olyanokra, mint például ennél a kocsmás pályánál, ahol konkrétan elakadtam, egyszerűen nem jöttem rá, hogy a dugóhúzót meg a jeges vödröt mire kell használni, csak végigjátszásból. A vödröt le kellett volna rakni a dobozra, ami szintén nem aktiválható alapból, tehát az anyádat, de a dugóhúzó, na ezen kiakadtam. Le kell vele lazítani a vadásztrófeát. És akkor, mikor a csávó próbálja kibontani a boros üveget, ráesik az agancsa fejére. De ezt semmi nem jelezte korábban. És most nem arról beszélek, hogy nem aktív a trófea, hanem hogy a csávó a szájával próbálja kibontani a bort, és nem a kezével, azzal csak akkor, amikor már lelazult a trófea. Ez valami felfoghatatlanul aljas és undorító. De ezen felül is tele van rohadt idegesítő dolgokkal a játék. Például, hogy egyes pályákon a szomszédos szobákon keresztül is le tudunk bukni, például ennél a voodoo barlangosnál, vagy hogy a prankeket minden esetben végig kell nézni, ami azért baj, mert addig nem tudunk mozogni. Egyébként is rohadt lassú az egész játék, de sokszor emiatt buktam le. Bekészítettem a csapdát, és már éppen el akartam slisszanni, de ó, jaj, bejön az animáció, addig nem tudok mozogni, az animáció végén pedig már nincs esélyem elmenekülni. És a vicces, hogy a prank után rákérdez, hogy akarom-e újra megnézni. Mi az, hogy újra? Elsőre se akartam! Ezt a feliratot egyébként ki lehet kapcsolni a menüben, de azt, hogy lelokkolja a képernyőt, azt nem. Ez különösen ennél a wellness-es pályánál volt idegesítő, szinte folyamatosan centiken múlott, hogy le ne bukjak. Pedig amúgy ez volt talán a legjobb pálya mindközül. De szinte mindegyikre jut valami elcseszett hülyeség. Ezen az építkezéses pályán például csak ezen a létrán lehet fel és leközlekedni, ami megsokszorozza az amúgy is rohadék nehézséget. Ráadásul itt még azt is beszoptam, hogy a magas felbontás miatt nem láttam az egyik felhasználható tárgyat. Vissza kellett állítanom 720p-re, és úgy már láttam, hogy ja, itt van a festék, ó. Jó, és akkor most ezt hogy kell használni?
Édes Istenem, hát ezt nem hiszem el. Ja, itt ennél a kis légypiszoknál, hát persze. Azt említettem már, hogy ez a játék idegörlően lassú? Vagy itt van a katonatisztes pálya, ahol nincs búvóhely, hanem a nyitott terepen kell elslisszanni a rohadék elől, ami vagy sikerül, vagy nem, és akkor elkapnak. Akár két képernyő között, ami egyszerűen csodálatos. De az útvonalkeresés is ugyanolyan szar, mint a legszarabb részekben. Most komolyan, miért nem tud csak simán megfordulni a mikrótól és úgy berakni a fagyott izét a másik izébe? Miért kell körbe mennie egy olyan játékban, ahol alapból is lassú vagy, mint a tető? Eléggé a plafonon voltak az idegeim, de ami fellőtte őket a stratoszférába, az a 9. pálya. Egy orvos páros kell Móresre tanítani, de itt minden összejött. Nincsen búvóhely, össze-vissza mozog a két doki, sokszor egymástól függetlenül, az irányítás Gellert kap és kirepül az ablakon, hiába kattintasz bárhova, a hülye karaktered nem hajlandó megmozdulni, megint le kellett vennem a felbontást, hogy lássak valamit, és amikor a már említett kötelező animáció végignézés alatt buktam egy életet, mert nem engedett mozogni, akkor végleg elegem lett. Ez az egyik legidegesítőbb, legszemetebb, legfárasztóbb játék, amivel valaha játszottam. Egyszerűen borzalmas. Én értem, hogy fel akarták dobni a nehézséget, oké, de mi ez, hogy nem lehet irányítani, nem lehet dolgokat normálisan kijelölni, nem lehet rendesen mozogni, a feladványok teljesen random baromságok, mindezt egy 9. résznél, könyörgöm! Jól van, egy rész van még hátra, és végre túl leszek ezen a borzalom maratonon. Pokoli szomszédok 10, Prince of Persia. Na jó, ezt nem láttam jönni, mi a franc? Egyébként ennek se volt egyszerű a beszerzése, elvileg ingyenes a játék és a készítők oldaláról letölthető, csak ez nem működik, a torrent fight pedig nem szídeli senki, nem is értem miért. Konkrétan megint a YouTube-os komment szekciót kellett segítségül hívnom, és ott találtam egy linket egy még működő szerverhez, innen tudtam lehúzni végül a játékot, ami utána gond nélkül fel is települt, nyilván a nyelvi korlátokat leszámítva. A 10. részt ugyanaz a csapat követte el, aki a 6. is, amiben a szőkéhez kellett betörnünk, ezt elég könnyen betippeltem volna. Na, a két játék tök ugyanúgy néz ki, ugyanaz a nézet, ugyanazok a mozgásanimációk, és a 6. nem is volt annyira borzasztó, úgyhogy kicsit most bizakodok, hogy talán ez se lesz akkora szenvedés, és valóban, ez egy meglepően korrekt epizód. A látvány okés, főleg az elmúlt 3 részhez képest, nem túl magas felbontású esse, de legalább színes, a karakterek mozognak, a hátterek és előterek gazdagon be vannak rendezve, szóval nem rossz ránézni. A játékmenet pedig működik. Semmi kimagasló, de nem kaptam agyfaszt, nem fájdult meg a fejem, nem kezdtem el végig gondolni életem korábbi éveit, hogy rájöjjek, hogy hol rontottam el, mielőtt elindítottam egy pályát. Jól esett, hogy ismét látjuk, mire gondol a szomszéd. Jó, itt az eredeti koncepciótól már nagyon messzire kerültünk. Igazából az előző két részben se a szomszédunkat szopattuk, itt egy török basa mindennapjait kell megkeseríteni, és ezúttal csavartak egy nagyon picit a dolgon, mert nem elég a prankeket aktiválni, hanem a HRM nőit is el kell csábítanunk. Ehhez annyit kell tennünk, hogy aktiváljuk a csapdákat. Mondom, hogy csak nagyon kicsit csavartak a dolgon, annyi az egész, hogy kezdetben a basához vonzódnak a csajok, de miután látják elesni, meg bénázni, akkor hirtelen már mi tetszünk nekik, ilyenkor egy puszival levesszük őket a lábukról, és ha megvan mind, meg hozzá a kellő mennyiségű egyéb prank, akkor mehetünk tovább. Aztán másnapra ezek a csajok el is felejtenek, és kezdhetem előről. Az 51. Andi. Szerintem ez inkább azoknak lesz érdekes, akik szeretnének minden pályát az aranyfokozathoz szükséges időn belül elvégezni,
annak a kb. Két embernek, mert ezeket a csábításokat elég nehéz a határidőn belül beiktatni a programba, ezt leszámítva igazából nem lett tőle rosszabb a játék, úgyhogy engem nem zavart különösebben. Ami már inkább zavart, az az, hogy a helyszín a játék 90%-ában ugyanaz. Az első két pálya még a börtönben játszódik, innen megszökve jutunk majd a palotába, de eskü nekem ezek a börtönös pályák tetszettek a legjobban. Itt vannak egymásra épülő feladványok, el lehet bújni, amit később nem tudsz megcsinálni, legalábbis nem ilyen módon, mint itt, és az őr nem körbe-körbe sétál ugyanazon az útvonalon, hanem össze-vissza, amitől ezek a pályák nehezebbek, mint az utána következők. A palotás pályákon, szám szerint 12-n nem lesz semmi változás azon kívül, hogy azt hiszem a 6-on megnyílik még egy szint, de ugyanaz a trófea szoba, a szökőkút, iroda, meg a csajok szobái lesznek a játszóterünk egész végig. És a basa mindig körbe-körbe fog mászkálni rajtuk, ami elég hamar kiismerhetővé és unalmassá teszi a pályákat. Néha lesznek őrök, akik minimálisan feldobják a játékot, meg vannak boltosok, vagy kéregetők, vagy nem tudom kik ezek, akik szintén veszélyt jelentenek ránk, ha nem lopakodva vesszük el tőlük a cuccokat. Ezt egyáltalán nem értettem. Ugyanúgy néznek rám, miközben lábujjhegyen lenyúlom őket. Komolyan, hogy zajlik ez? Szőnyegrepül ott! A kezelőfelület rendben van, a kurzor jól láthatóan megváltozik, ha aktiválhatunk valamit, és a séta is nagy részt működik. Néha még mindig hajlamos lefagyni a karakterünk, de nem olyan vészes. A navigálás kényelmes, ezúttal már nem fog elszédülni a monitor, és a csapdák annak ellenére átláthatóbbak az előző részben lévőknél, hogy itt egy büdös szót nem értettem a leírásokból, úgyhogy szinte végig vakon voltam, de még így is jobban tudtam haladni. Ennyit számít, ha valamit normálisan megcsinálnak, és nem csak összekókányolják. Azért persze ez se fenékig tejfel, például itt is muszáj vagy végignézni a csapdákat, és addig nem tudsz mozogni. Jó, azt tegyük hozzá, hogy lehet, hogy ez kikapcsolható, erre nem jöttem rá, nem mertem bemenni a menübe, mert féltem, hogy nem jutok ki onnan. A karakterünk egy kicsit lassú, így maga a játék is az, és megint csak egy életünk van. De annyira kiszámíthatóan mozog az ellenség, hogy csak akkor fogunk lebukni, ha akarunk. Elakadni nem nagyon lehet, néha van minimális pixelvadászat, de egy idő után annyira kiismerjük a helyszínt, hogy azonnal ki fogjuk szúrni azokat a tárgyakat, amit használni kell, ami ellenben meglehetősen fura érzésekkel töltött el, hogy a csajok folyamatosan nyögnek meg sóhajtoznak a háttérben, ami kicsit ilyen... Pornó? Nagyon örülök, hogy a 10. résznek hála egy kicsit pozitív felhanggal tudtam befejezni ezt a sorozatot. Nyilván nem mondom, hogy most mindenki azonnal töltse le és játszon vele, nem hiszem, hogy bárki vágyna erre, de azután a masszív szenvedés cunami után, amit némelyik epizód okozott, ez a 10. ez meglepően nem lett szar. És hogy összességében mit gondolok erről a maratonról? Tökéletesen lefárasztott. De remélem legalább ti élveztétek, hogy elmerültünk ebben a pokolban. Én most elköszönök, megyek és újra telepítem a gépen, mielőtt az orosz vírusok megzabálják. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!